Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani arra, amit még nem tud. És nagyobb jótétemény sem, mondottam Móricz Zsigmond. Miként épült ki hazánkban az intézményesült tanítóképzés a 19. században? Mik voltak akkoriban a vélemények a nevelői szerepről? Miként változott a felsőfokú pedagógus képzés programja az elmúlt másfél évszázad alatt? Ezeket a kérdésköröket járta körül az a neveléstörténeti tudományos konferencia, melyet a Magyar Állami Tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére az országos programsorozathoz kapcsolódva rendeztek meg Szekszárdon. A tanácskozás elsődleges jelentősége, hogy neveléstörténeti előadások tükrében mutatja be, hogyan járult hozzá az intézményesített tanítóképzés a dél-dunántúli régió kulturális, társadalmi és bizonyos értelemben gazdasági fejlődéséhez. A tanácskozás egyik legfontosabb mondani valója az lehet, hogy milyen módon teremtették meg a múltban a nevelés révén a haladás, a fejlődés alapjait, és talán a legfontosabb tanulsága az lehet a mának, hogy ezek a gondolatok, modellek, azok az attitűdök, amelyek akkoriban megjelentek az intézményesített tanítóképzés megteremtésének hátterében, vajon hogyan segíthetnek ma bennünket az oktatás-nevelés reformjában? A konferenciát a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának neveléstörténeti munkabizottsága közösen szervezte meg a szekszárdi kampuszon. A két intézmény között sok területen zajlik kiváló együttműködés. A Magyar Tudományos Akadémia kilépett már rég az elefántcsont toronyból, én is, mint elnök, ezt szeretném fokozni, és mi nyitottunk a pedagógusok felé éppen az elmúlt egy esztendőben, megnyitottuk az összes tudományos rendezvényt a pedagógusok számára is, a tankerületi igazgatókkal megbeszélve. Tehát, hogyha mondjuk van egy csillagászati kongresszus, akkor egy fizika tanár miért ne jöjjön el, ha akar, és ha részt vesz, akkor erről adunk igazolást, és ez a pedagógus életpálya modellben, mint kreditpont használható lesz. A mostani tanácskozás előadói főként olyan oktatók, kutatók voltak, akik a tanítóképzés történeti irányból vizsgálták, és arra próbáltak rávilágítani, hogy a régi modellek mennyiben lehetnek alapjai a kortárs reformpedagógiáknak is. A tanító az egy más típusú pedagógus személyiség, mint a szakos tanár. Ő teljes személyiségével kell, hogy forduljon a kisgyermek felé. Ezért igazában abban az időszakban az alapkészségek kialakítása továbbra is fontos. Képzés szempontjából pedig ennek a tantárgypedagógiai megközelítése és felkészítése, ami kiemelten fontos. Össze fog ez függni valószínű a nemzeti alaptanterv gondolkodásával is, ami napirenden lévő kérdés. Ennek ugyanúgy ott van a kezdőszakaszhoz kapcsolódó, hogy mondjam, kompetencia meghatározás, illetve az iskola világának ez a szakasza, amire a felsőoktatásban pedig szakembereket kell képeznünk. A hallgatóság soraiban az érdeklődő szakmabeliek és a jövő pedagógusai is ott ültek, akik a múlt hagyományaiból okulva fogják majd továbbépíteni azt az örökséget, melyet Eötvös József, az első népoktatási törvény atya hagyott ránk. A konferencia egész nap két szekcióban zajlott az intézményben, melyben a diplomás pedagógusok kreditpontért vehettek részt.